Budapest Students, az EDS-nek a tanácsülésén vagyunk. Ez az Európai Néppárt hivatalos hallgatói és diák szervezete. Az esemény témája az Európai Unió gazdasági kihívásai. Több mint 30 országból érkeztek delegáltak. Politikai és közéleti kérdések iránt elkötelezett fiatalokkal együtt lenni mindig nagyon jó, mert ők mondhatjuk, hogy az adott nemzedéknek a legkiválóbb személyiségei, hiszen ők maguk meg tudják már fogalmazni, hogy mit akarnak a világtól és a világban, mely eszmékkel értenek egyet, és ki is állnak ezért az eszmékért. Nagyon jó kérdésekkel találkoztam, és kiváló emberekkel, akik remélem, hogy a jövő Európájának a megtartó generációját fogják megalkotni. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy nekik beszélhettem a saját személyes tapasztalataimról, az Európai Parlamentben szerzett tapasztalataimról, illetve a magyar jelentéssel kapcsolatos félreértéseket próbáltam a fejekben eloszlatni. Láttam, hogy egy kis fészkelődést sikerült a jelenlévők között kialakítani, de szerintem ez helyes, hogy így történt, amikor azt mondtam, hogy valójában nem a Magyarország, hanem a sargentini jelentés az, ami alássa a jogállamiságot, a demokráciát és a szabadságot az Európai Unión belül. Kerekasztalt beszélgetés folyamán több témát is érintettünk, többek között a Brexit témáját, illetve az eurozóna kihívásait, illetve érintettünk globális témákat is, mint például az USA és Kína közötti megállapodások, vagy az USA és Kanada, illetve az EU különböző kontinensekkel való megállapodásai. Bringing back home from Hungary a very developed economy, a very developed system where growth is possible thanks to the reforms of the government, and I hope that very soon in my country we will have someone to adopt similar reforms to have the economic growth and the strength of Hungarian society. Deputy Minister Orbán and your State Minister on EU Affairs, they gave us a very nice presentation on what is going on, especially on some topics that we're dealing with in these days in the European institutions. So now we have a broader picture of what is happening in the country. Az ifjúsági szervezetben is, ugyanígy a hallgatói szervezet, az IDS-ben is aktívan részt veszünk az elmúlt években. Ugye viszonylag friss tagok vagyunk, 2017-ben csatlakoztunk teljes jogú tagként az IDS-hez, de a munkánkat eddig is komolyan vettük, és azután is komolyan fogjuk venni. Ránk lehet számítani Európában.